Szeretettel köszöntöm minden Facebook követőnket. Sikota Krisztina vagyok, a Várkapitányság kulturális és turisztikai vezérigazgató helyettese. Immáron harmadik alkalommal válaszolunk az önök által feltett kérdésekre a Várkapitányság válaszol sorozaton belül. Nagyon örülünk, hogy megtisztelnek minket kérdéseikkel, továbbra is nagyon sok kérdést kaptunk. Én a következő percekben a Várkert Bazár augusztusi programjaira érkezett kérdésekre, valamint azokra a kérdésekre szeretnék válaszolni, amelyeket a budavári palota épületében újjászülető Szent István terem megnyitásával kapcsolatban tettek fel nekünk. Akkor kezdjük is az első kérdéssel. Milyen programokkal várják az érdeklődőket augusztusban a Várkert Bazárban? Azt gondolom, hogy a Várkert Bazár újjászületése óta a főváros egyik legkedveltebb rendezvényhelyszínévé nőtte ki magát, és rendkívül sok színű a program kínálata, a kultúra szinte minden műfaja megtalálható itt nálunk a Várkert Bazárban, legyen szó zenéről, koncertekről, irodalomról, vagy akár táncról. Nyári programsorozatunkat Kultkoktél, ha szomjazol a kultúrára, a szlogennel indítottuk el. Ennek keretében a már megszokott és nagyon népszerű programsorozatokon kívül vadonatúj programokkal is készültünk a nyári estékre. A Zene Plus programsorozat keretében a Budapesti Filharmóniai Társasággal együtt hoztunk létre koncerteket. Ezeknek a koncerteknek a keretében mindig a zenét, a klasszikus zenét igyekszünk egy-egy társművészeti produkcióval kiegészíteni. Az augusztusi programban a cirkusz áll a fókuszban, Rodolfo születésének 110. évfordulójára emlékezünk majd. A Budapesti Filharmóniai Társaság által felcsendülő francia és orosz dallamokat a cirkuszművészeti központ művészeinek cirkuszi produkciója fogja kiegészíteni, egy nagyon izgalmas előadásnak ígérkezik. Aztán a Várkert Bazár egyik legnépszerűbb programsorozata, a Várkert Irodalom is várja vissza az érdeklődőket. Augusztusban a márai estek folytatódnak. Itt Hirtling István és Mészáros Tibor márai kutató fog mesélni nekünk márairól. Azt gondolom, hogy márai művei, márai könyvei nagyon közkedveltek és sokak által ismertek. Azt viszont talán kevesen tudják, hogy hogyan viszonyult Márai a városi élethez, illetve milyen barátságban volt a kutyákkal. Nos, akit ez is érdekel, azt várjuk szeretettel augusztus 23-án a Márai estünkön. Az idei nyárestéket jazz sorozattal is kiegészítjük, és próbáljuk minél színesebbé tenni. Augusztusban két alkalommal lépnek a Várkert Bazár színpadára a magyar jazz kiemelkedő alakjai. Először a Borbély műhelyt láthatjuk és hallhatjuk Egy kis nyár, egy kis holdfény című koncertjükkel, majd Kozma Orsi kvártettje zárja a nyáresti jazz koncerteket Let's Swing címmel. Az idei évben folytatjuk a Tánc a kertben című progresszív táncsorozatunkat, ahol a kortárs magyar táncművészet nagyszerű művészeit láthatjuk három alkalommal is. A következő kérdésünket olvasom. Mit lehet tudni a Szent István terem megnyitásáról, mikortól látogatható, és lehet-e előzetesen regisztrálni? Most ezek nagyon időszerű kérdések, hiszen a Szent István terem, amelyet méltán nevezhetünk a századforduló csodájának, hiszen már akkor is a legkiemelkedőbb iparművészek és mesterek dolgoztak a Szent István terem létrejöttén, az idei év augusztus 20-ájára újjászületik majd. Amint mondtam, ez a terem a századfordulón is egy csodának számított, hiszen a kandallóját például Zsolnai Vilmos tervezte és a Zsolnai gyárban készült, de a termen dolgoztak a kor kiemelkedő művészei, Jungfer Gyula, Tékendre vagy Strobl Alajos is.
a terem sajnos a második világháborúban és az azt követő fosztogatások következtében teljes mértékben elpusztult, azonban a Nemzeti Hausmann program keretében az idei év augusztus 20-ájára teljes pompájában újjászületik majd. A termet augusztus 20-ától lehet majd megtekinteni, előzetesen lehet majd regisztrálni ennek a megtekintésére, és vezetett sétával igyekszünk az élményt még szebbé, még izgalmasabbá tenni. Azt, hogy hogyan lehet majd ezekre a sétákra regisztrálni, azt hamarosan közzétesszük Facebook oldalukon, illetve a sajton keresztül is minél több információval igyekszünk ezzel kapcsolatban szolgálni. A Szent István terem, az a budavári palota elsőként rekonstruált történelmi tere, azonban ezt egy kiállítás és egy egyedi installáció is kiegészíti majd. Az installációt Havatői Sámuel világhírű magyar művész tervezi és alkotja majd meg. Havatői Sámuel az államalapító Szent Istvánunk intelmeit próbálja lefordítani és közvetíteni a kortárs művészet eszközeivel, és minél érthetőbbé tenni számunkra. Ugyanakkor az intelmek részleteit hallhatjuk majd magyar művészek, magyar sportolók tolmácsolásában is. A teremhez vezető úton egy különleges kiállítás is látható lesz majd. Ezen a kiállításon történelmi ereklyéket csodálhatunk meg, de a modern technológia segítségével akár Szent Istvánnal is találkozhatnak majd a látogatók. Az augusztusban nyúló Szent István termet az első napokban ingyenesen lehet majd megtekinteni. És akkor a harmadik kérdésünk, a Szent István terem megnyitása előtt hol lehet jobban megismerni a termet és az azt készítők történetét? Akik a Szent István terem megnyitása előtt szeretnék már egy kicsit jobban megismerni azokat az alkotókat, akik a századfordulón létrehozták a Szent István termet, azokat szeretettel invitáljuk a Várkert bazár rámpájára, arra a szabadtéri kiállításra, amely mindezt bemutatja. Itt megismerhetik a látogatók az alkotókat, illetve azokat a kihívásokat, amelyekkel a terem rekonstrukciója során szembesültünk. Azok pedig, akik nem tudnak személyesen ellátogatni hozzánk a Várkert bazárba, őket kérem, hogy keressék fel Facebook oldalunkat, illetve a szentistvánterem.hu weboldalt, ahol további érdekességekkel várjuk őket. Én most szeretném megköszönni önöknek a figyelmet, a kérdéseiket, és várjuk szeretettel önöket a Várkert bazár nyári programjain, illetve a budavári palotában, hamarosan megnyíló csodában, a Szent István teremben.